Az ünnepélyes testületi ülés és díjátadás a május 24-én és 25-én tartott Városnapja keretében valósult meg. Az esemény továbbá azért is kiemelt jelentőségű volt, mert a település idén ünnepli városra nyilvánításának 600. évfordulóját. Köszöntőjében többek között erről is beszélt a Pelszófer Ágnes polgármester. 600 éves, hiszen az első írásos emlék, amiben városnak nevezik Tolnát, egy Zsigmond király idejéből származó levél 1424. május 25-i keltezéssel. Az elmúlt 600 év alatt városunk történetében akadnak kimondottan fényes és egészen sötét időszakok is. Volt, hogy a település népessége Budával és Pesttel vetekedett, és az is előfordult, hogy szinte teljesen elnéptelenedett. Dicsőséges és dicstelen évek, évtizedek váltották egymást, de a lényeg nem változott. A nehézségeket mindig sikerült legyűrni, és mindig volt folytatás. Természetesen egy település soha nem csupán az épített vagy a természeti környezetére, intézményeire, szolgáltatásaira lehet büszke, hanem az arra méltó polgáraira, szervezeteire is. Szerencsére városunk ilyen kiválóságokban sem szenved hiányt. A Városnapja minden évben remek alkalom megköszönni néhányuknak, hogy öregítették településünk hírnevét, jobb helyét tették a várost, és hogy kifejezzük a szívből jövő elismerésünket irántuk az egész település nevében. Tolnán nemrég újult meg a Szent Háromság szobor, az ebben közreműködő alapítvány az év Tolnai Civil Szervezete címet kapta meg. A Tolnai Szent Háromság szobor felújításáért hoztam létre egy alapítványt, egy magánalapítványt. A 200 éves évforduló lakossági összefogásban is egy nagyon-nagyon öröm számomra megújult a szobor, és ezt díjazta a önkormányzat képviseli testülete ezzel a díjjal, de én ezt a díjat úgy tekintem, hogy ez a tolnai polgárok díja, hiszen ha nem lett volna ez a közösségi összefogás, közadakozás, kiterjedt az elszármazottakra és itt élő tolnaiakra, akkor nem jöhetett volna létre ez a szobor felújítás. Úgyhogy itt nagyon örülök, és nagy hála van a szívemben, hogy ezt sikerült, és én a tolnai polgárok díjának tartom ezt a mai díjat, amit az alapítványunk nevében én, mint alapító veszek át. Tolna főterét díszíti ez a Szent Háromság szobor, 200 éves volt 2023-ban, és hát őseink annak idején közadakozásból bajelhárító fogadalmi jelleggel emelték, és rettentő rossz állapotban volt a szobor 40 évvel ezelőtt, 1982-ben volt az utolsó felújítás. Szinte azt lehet mondani, hogy összeomlik, hogyha nem történik valami. És én, mint tolnai lokálpatrióta, szinte naponta láttam, hogy milyen állapotban van a szobor, és hát elhatároztam, hogy a 200 éves évfordulóra már csak az őseink iránti tiszteletből is megpróbálom közadakozásból felújítani, és kiemelném azt is, hogy úgy tekintem, hogy ez a szobor ez nem csak egy kültéri alkotás, hanem ennél sokkal több, egy szakrális szimbólum, egy jelkép, tehát jelképezi mindenek előtt őseink keresztény hitét, amit vallok, hogy nekünk, utódoknak tovább kell adnunk, meg kell őrizni és tovább kell adni, és vallom azt is, hogy a Szent Háromságos Egyisten és a szobron található segítő szentek közben járnak érettünk, és óvják, védelmezik városunkat ebben a háborús időkben, a romlástól, a pusztulástól. A Mezsi Nyugdíjas Klub is a kitüntetettek között volt, ők az év tolnai civil díját zsebelték be. Én úgy gondolom, hogy a hosszú éveknek az együttartása ennek a klubnak 47 éve, hogy ez a klub működik. És gyakorlatilag töretlenül, mert a rendezvényeink, ami a klubot összetartja, az minden évben gyakorlatilag ugyanúgy meg volt tartva, sőt időnként bővítettünk is rajta, hogy többször találkozhassunk, szórakoztatóbb legyen. Hát mennél jobban össze tudjuk tartani ezt a kis csapatot. Hát ez nem csak az én érdemem, mert azért előttem, akik voltak a klubnak a vezetői, azok mindenki tett hozzá azért, hogy ez idáig eljusson. Hát mondhatnám a neveket, a Forrai Józsi bácsi, aki volt, 1977-ben kezdte ő ezt a klubot összehozni,
tehát a Forvai Józsi bácsi, a Rovasek Gyuszi bácsi, a Kvanduk András, aki 20 évig volt ennek a klubnak a vezetője, őtől levettem át ezt az örökséget. Hát nem könnyű feladat volt, de hát elég magasan volt a létsz, amikor én átvettem. Nagyon sok egészséget, boldogságot, örömet kívánok nektek ezután, gratulálok! A vándorló szépkorúak baráti köre közösséget teremt az idős, sokszor egyedülálló, magányos emberek számára. A csoport szintén az év tolnai civil díjával gazdagodott. Én csak úgy gondolom, hogy amilyen rendezvények vannak a városban, vagy akármilyen megmozdulás, a csoport 100%-a oda teszi magát ezekhez a rendezvényekhez, bármiben kell segíteni, akár személyszerűs, akár bárka fesztivál, bármilyen rendezvény van, ott vagyunk. A legjelentősebb esemény volt a csoportnak az életében, 5. alkalommal voltunk Murgán majális hozni, és most egy nagy esemény előtt állunk, mert évek óta ilyen dédelgetett tervünk volt, hogy elmegyünk Óposztaszélre, és június 12-én elmegyünk Óposztaszélre a nemzeti történelmi helyet megtekintjük. A Családsegítő Központ esetmenedzsere Hell Tibor tolnai közjóért címet vehetett át. Nagyon sokrétű tevékenységünk zajlik a központon belül. A mindennapi ügyfeleknek a beérkező problémáival foglalkozunk, családi konfliktusokkal, olyan nehézségekkel, amik a mindennapok során megjelennek egy család életében, gyerekek életében, szülők életében. Úgyhogy ebben próbálunk segítséget nyújtani és támogatást szakmai alapon. Én úgy érzem, hogy a mindennapok során rengeteg olyan nehézség merül fel a családok életében, amire hatást tudunk gyakorolni, és amiben ott tudunk lenni, jelen tudunk lenni, változásokat tudunk elérni abban, ahogy a segítő munkát végezzük, és hosszú távon pedig előrelépni a családoknak, ügyfeleknek abban, hogy az életük könnyebb és kiegyensúlyozottabb lehessen. Az önkormányzat elismerte továbbá Wiesner Csabát, a tolnai rendőr őrs parancsnokát és az Interplus Kft-t is.